10 éve vagyok a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, egyébként tantónéni, iskolában vagyok pedagógus, és hobbim a csillagászat és a túrázás. De akkor kezdjük azzal, amit Attila is mondott, hogy 2009 óta, a Csillagászat Nemzetközi Éve óta vezetek itt Budapesten csillagnéző túrákat. Ezek a képek mind ott készültek. Ennek egyik lényege az, hogy bemutassuk a fényszennyezést, gondolom ezek a képeken jól látszik. A másik az, hogy kicsit túrázunk, a szabad levegőn vagyunk, alkonyatkor elindulunk, és mire besötétedik, akkor gyönyörködhetünk a csillagos égboltba. Lézer segítségével, ha derült idő van, akkor ismertetem a csillagképeket, és hozzá a legendákat, amit nagyon szeretnek az emberek, gyerekek, felnőttek egyaránt, és ezekről a legendákról szeretnék most itt nektek este mesélni. És ahogy mondta Attila, hogy kicsit rokon a járda csillagászattal, hiszen mi is mit csinálunk azoknak az embereknek, akik eljönnek, bemutatjuk a csillagos eget, és mesélünk az égitestekről, és távcsővel, ami éppen látható, azt megnézzük. Hát akkor vágjunk bele. Mi jut itt nekünk Budapesten? Hát egy ilyen égbolt. Gyönyörű fényszennyezés, szegény Orion alig látszik, de mégis látszanak a csillagok. Sajnos mi csak a fényes csillagokat tudjuk megmutatni az embereknek, mert ilyen, hogy Bereniké haja, meg különböző ködök, azok nem látszanak. Viszont ez a hármas határ hegyen készült képcsoporton jól látszik, hogy ha egy kicsit elfordítjuk a fényképezőgépet, és elfordulunk másik irányba, nem Budapest fele, akkor már sokkal szebb az égbolt. És kicsit reméljük, hogy tudunk hatni a jövő generációjára, az emberekre a fényszennyezés bemutatásával, hogy elkerüljék. Talán, ha látják, hogy milyen káros hatásai vannak, és ezeket elmeséljük az embereknek, akkor talán tesznek valamit annak érdekében, hogy ne legyen csúnya fényszennyezett égboltunk. Na, akkor vágjunk bele a mesékbe. Tulajdonképpen ez a mesék a csillagos égbolton, ez 4 évszakos előadás, most mind a 4-et összesűrítettem. Remélem van elég időtök, 80 dia, majd megpróbálok azért sietni, de nem lesz unalmas, és azt ígérem, hogy nem lesz utána dolgozat, és nem fogom kikérdezni. Tehát ez a kép átvezetett minket a mesék világába. Mint tudjuk, régen az ókorban az egyik legfontosabb tudomány a csillagászat volt. Hiszen ez alapján tájékozódtak. Ott a sarkcsillag, arra van észak. Jé, fölkelt az a csillag, nem sokára kezdődik az őszi betakarítás. Megjelent az Uzmara csillag, jön a tél. Vagy egyiptomiaknál hajnal égen megjelent a Sirius, jön a Nílus áradása. Tehát a csillagok mutatták az embereknek az évszakokat, és ez alapján tájékozódtak. Éppen ezért mit csináltak? Összekötötték azokat a csillagokat, amelyeket úgy gondolták, hogy összetartoznak, és benépesítették az égboltot azokkal az alakokkal, amelyek az ő hitvilágukba, mondavilágukba szerepelt. Nyilván ahány nép, annyi mese, sőt még több. Hivatalosan 88 csillagképet fogadtak el, annak a legnagyobb része a görög-római mitológia alapján kapta a hivatalos elnevezését, ezekkel fogunk most mi is megismerkedni. Na hát hogyan kezdünk egy ilyen járda csillagászatot? Hát nyilván a legismertebb csillagképpel, a göncör szekérrel, mert azt mindenki ismeri, bár mondtam, tantonéni vagyok, második osztályban énekeltünk egy dalt, göncör szekerén jártam, stb. Gyerekek, mi ez a göncör szekér? Értelmes arcok szembe velem, senki nem tudta. Mondom, megismételjük 5. osztályba. Megyek, megint göncör, szekerin, vágtattam, stb. Egy gyerek, mintha valami csillaggal kapcsolatos dolog lenne. Szóval itt tartunk ma. Ahhoz képest, hogy régen ugye a legfontosabb tudomány volt, hogy ma már a göncör szekeret sem ismeri mindenki. Ugye ez egy elcsépelt ábra, hogy hogyan mutatjuk meg a sarkcsillagot, 5-ször rámérjük ennek a kettőnek az irányát, és megvan az északi irány. Ez a kiinduló pontunk. És természetesen elmondjuk azt is, hogy ekkörül a sarkcsillag körül forognak körbe-körbe a csillagképek. Meg szoktam kérdezni, mennyi időt megy körbe. Mondják, hát egy év. Nem, egy nap. Igen, és tudjuk szemléltetni, hogy ami közel van a sarkcsillaghoz, az nem nyugszik le, viszont ami messze, az lenyugszik és fölkel. És ugye, ahogy a Föld halad a nap körüli pályáján, mindig más csillagos égbolt előtt
háttér előtt halad el, így minden évszakban más csillagok kelnek föl, és mások nyugszanak le, de ezek a csillagok minden évszakban láthatóak. Ha lefényképeznénk az eget, így nézne. Kiladányi Tamás egy képével szeretném szemléltetni. Ezt nagyon szokták szeretni egyébként a gyerekek, hogy hú, tényleg, és ez ilyen csíkot húzza, hogy forog a föld. Mi az a csillagkép? Tulajdonképpen Attila mondja, hogy csillagkép, ilyen nem is létezik. Hát nem. Mert a csillagok térben össze-vissza helyezkednek el, csak a mi szemszögünkből látszik egy képnek. Elmennénk a Siriusra, onnan egészen másképp látszana. Régen azt is hitték a őseink, elődeink, hogy az égbolt nagy kárpitja ki van luggatva, és azon látszik át a mennyország fénye. És ezt el is hitték. Na mi már tudjuk, hogy nem. Ezek távoli égitestek, de annyira nagy a távolság, hogy a szemünk nem érzékeli, hogy a Sirius mennyivel közelebb van, mint a másik. Na akkor térjünk vissza a göncör szekérhez, aminek a hivatalos neve a nagymedve. És akkor mindjárt az első mese. Nagymedve kiről is kapta nevét? Honnan került az égre? Az égbolt legtöbb szereplőjének Zeushoz valami köze van, hát a nagymedvének is. Zeus egy nagy nőcsábás volt, pedig volt neki egy felesége is híra, aki rettenetesen féltékeny volt, és jogosan. Zeus történt egyszer, hogy elcsábította a szép Kallisztó nimfát. Ebből a frigyből született egy gyermek is, akit Árkásznak hívtak. Ez a gyermek szépen nőtt, növekedett, közben Héra rájött a dologra, és meg akarta büntetni a szerelmes párt. Hát Zeus nem büntethette meg, hát mégiscsak ő a főisten. Mit csinált? Megbüntette szerencsétlen Kallisztót. Hogyan? Medvévé változtatta. És ami a legszörnyűbb volt, hogy emberi tudattal élt medveként. Egy nagyon szép Ovidius idézet mutatja, hogy ám de sötét serték kezdtek meredezni a karján, és keze meggörbült, horgas nagy karmai nőttek, s lábbá lett. És az a száj, mit nemrég maga dicsért a nagy Jupiter, torzá lett széles medve pofává. Hát így járt szegény Kallisztó. Közben Árkász a fiú fölnőtt, szép daliás legény lett, elment vadászni, és mit adj Isten, szembe jött vele a medve, aki az édesanyja volt. De hát nem tudta neki megmondani, könnyes szemmel, szeretettel közeledett felé, Árkász pedig lefogta a nyilát, és majdnem megölte. Hát Zeus úgy akadályozta meg ezt az anyagyilkosságot, hogy nagy szelet keltett, és hús, mind a kettőt felrepítette az égbe. És így született meg a nagymedve csillagkép. És mivel Árkász is fölment, ő belőle lett a kismedve, a magyar népi legenda szerint pedig a kis göncöl. Héra nem elégedett meg ezzel. Még a következő volt a bosszúja, hogy nem érhetik soha utol egymást, és nem fürödhetnek meg a tengerbe. Az előbbi képre visszaemlékeztek, amikor forognak körbe-körbe a csillagok, ugye nem megy soha látóhatár alá. Görögöknél van tenger, tehát nem tud benne megfürödni. Ahány nép, annyi legenda, mint mondtam nektek. Nagyon sok helyen ezt merítőkanálnak hívják, ezt a alakzatot. Nem is rossz, ugye eltörjük ott a közepét, már meg is van. A magyar legenda szerint viszont a szekér az göncöl szekere. Göncöl az egy táltos volt, nem paripa, hanem a magyarok pogány papja, aki ismerte jól a gyógyfüveket, tudott gyógyítani, tudott beszélni az állatokkal, madarakkal, és nagyon sokat segített az embereknek. Történt egyszer, hogy bajba jutott, és a szekere beleesett az árokba, és eltört a rúdja. Kérte az embereket, hogy segítsenek neki, de képzeljétek, senki nem segített. Mit csinált? Mérgébe akkorát rántott a szekerén, hogy fölkerült az égre. A szekér rúdjának a törésén ül a kis béres. Ugye tudjátok, az egy kettős csillag, az alkor, ami látszik szabad szemmel is, és ezt a pici csillagot hívják a magyar legendába kisbéresnek. Na, tehát megismerkedtünk a nagy göncöllel, és most jön a kis göncöl. Képzeljétek el, van egy olyan szép neve, hogy Tündérasszony palotája. Nem kellene ezeket a magyar neveket elfelejteni, talán mi tovább tudjuk még vinni, hogy ne menjenek a feledés homályába. És egy vicces kép,
hogy állítólag a kacsalábon forgó palotának is köze van a kis göncölhöz, ahogy körbe-körbe megy ez a palota, ez a kis négyszög, és maga a göncöl rúdja a kacsaláb. Ugye tudjuk, hogy nagyon fontos csillagkép a kis göncöl, főleg a Polaris miatt, de a csak nagyjából Krisztus születése körül kezdett el sarkcsillag lenni ez a Polaris, mert a Föld precessziós mozgása miatt régen nem ez volt, és majd 14 ezer év múlva, ugye a Vega közelében lesz majd az északi pólus. De ez most nem lényeges, térjünk vissza a kis göncölre. A maga a Polaris csillagnak nagyon sok neve volt. Helice, az maga forgatót jelent. Kormányos csillag, hajós csillag, tengerek csillag, hát beszélő nevek, nyilván a hajósok nevezték így ezt a csillagot. Egettartó világfa, ilyen elnevezése is van. Furú csillag, az, hogy furug, az maga a forgást jelenti. Göncöl térítője. Na térjünk rá egy másik csillagképre, a W alakú Kassziopéjára, ami egy híjú etióp királynéről, Kassziopéjáról kapta a nevét, a mondát majd később mesélem el. Hogyan találjuk meg? Hát a északi sarkcsillag egyik felén van a göncörszekér, másik felén pedig a Kassziopéja, tehát pont szembe vele, most mutatom még egyszer az előző ábrát, tehát hogyha a Kassziopéja fönt van a zenitbe, akkor a göncört van lent kell keresnünk, és fordítva. Hogyan hívták a magyarok a Kassziopéját? Hát egyik legenda szerint kútnak, gémes kútnak méghozzá. Itt a W alak megvan. Kicsit nehéz beleképzelni ezt a kutat, de ha valakinek nagy a fantáziája, akkor lehet. A másik pedig az, hogy kocsma, korcsma, ahol maga ez a V betű a ház tetőt jelöli. Kassziopéjának volt egy férje, úgy hívták, hogy Cepheusz, vagy sok helyen Kéfeusznak emlegetik. Ő az, ez a házikó alakú csillag, de nem annak hívják. Cepheusz maga egy, ugye az etióp király volt, és a következő ábrán láthatjuk, hogy hogyan trónolnak együtt Cepheusz és Kassziopéja. Az ő lányuk volt Androméda. Ezt a csillagot a magyar néphagyomány A betűs csillagnak is hívja, meg részögembőrnek. Na hát az nem egyértelmű, hogy vajon a részögembőr az a legfényesebb csillaga-e, vagy a Delta Cephei, ami változó csillag, és ezt figyelték meg elődeink, hogy az változtatja a fényességét, és biztos azért a részeg, és azért lett belőle részegember, vagy az egész csillagkép a részegember, az már nem maradt fent. Azt mondja a legenda, ugye, hogy ahol van kocsma, ott van részögembőr. Na, akkor megyünk tovább a tájékozódásba. Kiindulásunk a göncörszekér. Tavasz égnél járunk. A göncör rúdja rámutat egy nagyon fényes csillagra, az Arcturusra, ami medvevezetőt jelent, Arthur királyhoz semmi köze. És van egy szép sárkány alakzatunk, ami nem sárkány, hanem az ökörhajcsár, így kell beleképzelni az emberkét, aki hajtja azokat az ökröket, amik a göncör szekélet húzzák. Magyar legendában ezt nagyon szokták szeretni, és meg szokták jegyezni, hogy ez a boszorkány szeme. Ez a Arcturus. Hát az Arcturus tudjuk nagyon fényes csillag. Az égbolt harmadik legfényesebb csillag a napon kívül. A Sirius a legfényesebb, Canopus az nálunk nem látszik, és az Arcturus a harmadik. És ezért már nagyon feltörő, ilyenkor tavaszi egeken lehet látni, és a göncör rúdjának a törése majdnem rámutat, és a boszorkány szeme húzza lefele a göncör rúdját, hogy ne tudjon kiegyenesedni. Ezt nagyon szokták szeretni az emberek, és így megjegyzik azt a csillagot, hogyha ezt elmeséljük nekik. Mellette van, a ökörhajcsár mellett az északi korona, a korona borealis. Ne ilyen koronát képzeljünk bele, hanem a rómaiaknak a babérkoszorú győztesek koronáját, arra kapta a nevét. Találtam egy csillagtérképet, amin ez félkenyérnek van írva a magyar népi legendába, magyar népi csillagnevek között. Olyan aranyos név, és ezt is szokták szeretni. De több helyen előfordul erre a korona borealisra az urunk asztala, illetve a koszorú csillag elnevezés. Ugye milyen szép, tényleg egy koszorú. Ezeket szerintem érdemes megjegyezni, hogy ne menjenek feledésbe. Na akkor megyünk tovább, a következő szereplünk Herkules.
Ő is itt található a tavaszi égen, a Bótesz és a Korona mellett. Azt hiszem, hogy Héraklész vagy Herkules, mindegy, hogy mondjuk, egy olyan görög hős, akiről már szinte mindenki hallott. Tehát ha megkérdezem a közönségemtől, hogy ki volt Herkules, akkor általában szokták tudni. Nagyon sok kalandot élt át, és nagyon sok kalandja fent van az égen. Hogyan ábrázolják? Herkules mindig egy oroszlán bőrrel ábrázolják, hogy miért, az, arra majd az oroszlán csillagképnél kitérek. A másik szereplő a sárkány vagy Draco, aki a két szekér között kanyarog, egy régi csillagtérképen így ábrázolják. És akkor most jön a mese. A Hesperidák kertjében volt egy gyönyörű szép aranyalmafa. Ez azért volt különleges, mert annak idején Héra és Zeus kapta nász ajándékba Gaiától, a földanyától. És ezen olyan almák voltak, hogyha valaki ebből evett, akkor övé volt a halhatatlanság és az örök ifjúság. Hát ki ne szeretne ilyen almát? De Herkules nem magának akarta az almákat, hanem ez egy próbatétel volt neki, hogy el kellett vinni. Igen ám, de a Hesperidák kertjében az almákat Ladón a sárkány őrizte. Herkulesnek meg kellett küzdeni a sárkánnyal, természetesen Herkules győzött, szegény sárkány. Az meghalt, Héra ezért föltette az égre, hőségességére, amiért védte ezt az aranyalmafát, így került a sárkány az égboltra. Menjünk tovább a tájékozódásunkba. Göncörszekértől most másik irányba indulunk el. A göncörszekér alatt a tavasz égen az oroszlán található, nagyon magasan fönt van az égen. Ugye a göncör egész a zenitben, tavaszi estéken, és az oroszlán is beragyogja a tavaszi eget, a Regulusszal, ami nagyon szép, fényes csillag, a négy királycsillag egyike volt, már az ókorban is számon tartották ezt a csillagot. Talán az egyik olyan csillagkép, ami hasonlít is a névadójára, mármint az oroszlánra, mert jól bele tudjuk képzelni a fekvő oroszlánt ebbe az alakzatba. És itt megmutatnám azt az ábrát, amivel kezdtem, ugyanis itt van az égi oroszlán fent. A égbolta mellette a szűz, amiről szintén fogunk most majd beszélni. De térjünk még vissza egy kicsit az oroszlánhoz. Rengeteg képzőművészeti alkotás készült Héraklésznek, tehát Herkulesnek és az oroszlánnak a küzdelméről. Hát mi is volt ez? Annak idején Néme a városát egy retteget oroszlán tartotta rettegésben, aki pont kétszer akkora volt, mint egy normális oroszlán, és nem fogta se nyíl, se kard, semmi. És senki nem tudta legyőzni, és minden nap szedte a városból az áldozatát. Héraklész vállalkozott arra, hogy megküzd ezzel az oroszlánnal. Hát próbálkozott mindenféle fegyver, nem sikerült. Rájött, hogy csak csellen lehet. Megfigyelte, hol van ennek az oroszlánnak a lakhelye. Egy barlangban lakott, két bejárata volt, egyiket betömte. Na, akkor az oroszlán csapdába került, és Herkules olyan hatalmas erejű volt, hogy puszta kézzel megfojtotta az oroszlánt. És akkor el kellett vinnie Mükéni királyának az oroszlán bőrét tanúságul, hogy tényleg megölte az oroszlánt, és nem tudta lenyúzni. Próbálkozott mindennel, gyémántal, ami a legkeményebb kő, és abban se sikerült. Végül az oroszlán karmait szedte le, és ezzel sikerült leszednie a bőrt, utána magára öltötte, és innentől kezdve Herkules is halhatatlanná vált. Hát így szól az oroszlán története. Na és vajon mi lehet az oroszlán népi neve? A magyar csillagmondában a Regulus, a fő csillag, az szerepel, az oroszlán háta nem, hanem ez az alakzat, hogy mire emlékeztet így. Segítek, sarló. Bele tudjuk képzelni? Igen, kalapács nincs, csak sarló. És ez a népi neve ennek a csillagképnek, hogy sarló. Mi történt? Nincs. Mozgatom én folyamatosan. Ja, nincs bedugva? Nem tudom. Akkor kérek egy kis segítséget. Pedig még a 80 diából rengeteg vissza van. Mope kezelte itt. Igen. Elfelejtette bedugni. Újra kell nyugítani, akkor gondolom. Nem, minden este újra. Minden este újra, de örülök neki.
Na, akkor van egy kis szünet. Addig lehet egy-egy nyújtózni, ami sok díja lesz. Ennyire újra? Elment a nafta. Elment a nafta, jó. Tessék? Ennyit bír. Tudja, hol tartottunk. Jó. Tehát az oroszlánnal már áttértünk az állatövre. Ezt nagyon szokták szeretni az emberek, mert ugye nagyon divatosak ma horoszkóp, ugye? Hát legalább, ha már annyira horoszkóp rajogók az emberek, próbáljunk egy kicsit, próbáljuk megmutatni nekik, hogy azért ennek más háttere van. Csillagászati háttere, méghozzá csillagképek. Nagyon szoktak örülni neki a emberek, hogyha mutatunk egy olyan csillagképet, ami állatövé, és ő örül akkor, hogy ő annak a jegyébe született. Az, hogy már rég arra ment már a precesszió, miért az már kit érdekel, de legalább fölismeri, hogy jé, az a két csillag, az az ikrek, és hogyha legközelebb arra jár, akkor már tudni fogja, hogy ez is sokat jelent. Természetesen mit jelent ez, hogy állatöv? A nap pályáját, az ekliptikát, a föld pályáját a nap körül, ekliptikának hívjuk, és amikor a nap, és ezt 12 részre felosztottuk, amikor a nap benne van egy csillagképbe, mondjuk itt benne van a nyilasban, valaki akkor született, ugye akkor ne decemberbe keresse azt a szerencsétlen nyilast az égen, mert hát benne van a nap. Azt nem látja, csak 6 hónap múlva. Na ezt nehezen értik meg, de azért úgy sikerül néha, hogy akkor a másikat keresse éjfélkor, mert akkor az ikrek fog delelni. Na és akkor a következő csillagképünk a szűz, ez egy nagyon jó kis ábra, mert figyelitek, a fényszennyezés is bemutatja, hogy Budapesten néha csak a Spikát lehet látni, a legfényesebb csillagát, és minél kevésbé fényszennyezett helyre megyünk, annál több csillagot látunk belőle. Na, miről is kapta a nevét ez a szűz? Ez a csillagkép szinte minden népnél valamilyen női istent jelentett, például Babilóniába Isztárt, Egyiptomba Íziszt, Rómában Justíciát, az igazság istennőjét ábrázolták mérleggel a kezébe. Ennek az Asztraia, a görög megfelelője. De Görögországban Demétért, a mezőgazdaság istennőjét, a termékenység istennőjét is látták benne, vagy a lányát, Perszefónét. Keresztények Szűz Máriát képzelték bele, vagy Urániát, a csillagászat múzsáját. De mondták néha barázdának is, mint mezőgazdasági csillagkép. Ugyanis, ha megfigyelitek, a legtöbb helyen ezt a csillagképet kalásszal a kezébe ábrázolják. Pont azért, mert a termékenység istennője volt, tehát a föld termékenységének is az istennője. És maga a Spica, ennek a legfényesebb csillagnak a neve kalászt jelent. Van egy szép magyar neve is, leányszemű csillag. Olyan gyönyörű. Na, hát menjünk tovább. A következő csillagképünk pedig a mérleg. Ez egy nagyon halvány csillagkép, ezt Budapesten nem fogjátok megtalálni. Régen nem is volt önálló csillagkép, hanem a skorpióhoz tartozott. A skorpiónak az ollója volt ez a csillagkép. A nevei is erre utalnak, amiket most kivetítettem, hogy déli olló meg északi olló. Vagy a mérleg Rómában például Justícia mérlege volt. Ezért igazából ennek a mérlegnek görög mondája nincs is, bár Vergiliusnál előfordul, hogy napot és ét egyensúlyoz a mérleg, ez az idézet, ami azt jelenti, hogy időszámításunk előtt 200-300 évvel ebben a csillagban volt az őszi napi egyenlőség, és ezért volt nagyon jelentős csillagkép. Mondtam, hogy görög mondája nincsen, csak egyiptomi. Egyiptomiaknál Anubiszt ábrázolja a kutyafejű istent, aki a holtakat mérlegelte. Tehát Anubisznak a mérlege volt ez a Libra csillagkép. Ha valaki meghalt, föltették a lelkét a mérleg egyik felére, egy tollat a másik felére. És ha a lélek
A tollnál nehezebb volt a tollpihénél, akkor egy szörny felhalta. Ha könnyebb volt, akkor halhatatlanságot nyert. De mint látjuk, azért Anubis kicsit manipulál avval a mérleggel, hogy nem akarta, úgy látszik, hogy felfalja a szörny a lelkeket. Tehát ez a legenda maradt fenn a mérlegről. Na, egy nagyon szép történet, bár ezek a csillagképek ilyenkor tavasszal elég közel vannak a látóhatárhoz, és nem nagyon tudjuk megmutatni, de a hármas határhegyről már szépen látszanak. Kimondott mese a hollóról, a serlegre, meg a vízikígyóról. Volt egyszer egy holló. Szép ezüstfehér holló. Apollón hollója volt ő, aki áldozatot szeretett volna bemutatni Zeusnak. Ehhez friss vízre volt szüksége. Szólt a hollónak, hogy gyere holló, adok neked egy serleget, menj el a forráshoz, és hozzál nekem tiszta forrásvizet benne. Hát el is indult a holló a forráshoz. Igen ám, de útközben meglátott egy fügefát. Hú, nagyon megkívánta a fügét, de még nem volt érett. Mit csinált? Hát megvárta, míg megérik. Füge megérett, holló jól lakott. Hú, aztán eszébe jutott, hogy ő mit fog kapni majd Apollontól, hogy nem ment el a forráshoz, és talált egy vízikígyót, és az gyorsan fölkapta a csőrébe, és azzal tért vissza Apollónhoz. És letette le, és azt mondta, hogy Apollón, nem tudtam neked hozni forrásvizet, mert ez a vízikígyó elállta az utat, és nem engedett oda. Apollón elhitte? Nem volt olyan bolond, nem hitte, persze, hogy nem. És a hollót ezért feketévé változtatta, azóta fekete a holló. A szereplők, ennek a történetnek a szereplői fölkerültek az égre, a holló, a kráter, ugye a serleg, és a vízikígyó a hidra. A magyar legendában csak a hollónak van magyar megfelelője. Méghozzá ő az árvadorka szerencséje. Na és megyünk tovább, kígyótartó, aki, Officius, Asklépiosról, a gyógyítóról kapta a nevét. Azóta is Asklépiosz kígyója a patikáknak a jelképe. 13. állatövi csillagképnek is mondják, mert tulajdonképpen a nap egy darabig megy a Officius csillagképben is, de ezt valahogy gondolom azért nem számolták be az ókorra, mert hát nem 13 hónap van, csak 12, és akkor szegény kígyótartót kihagyták. Na és áttértünk a nyárra, elbúcsúztunk a tavasztól. A nagy nyári háromszög, kiemelem, hogy jobban látszódjon. Ez innen Budapestről is látszik, ezt meg tudjátok mutatni az embereknek, sőt, ezt kérdik is, mert ugye a Vega, az nyári égbolton fönt van a fejünk felett a zenitbe. A Deneb, meg az Altair is nagyon szép, fényes csillagok, és nagyon jó tájékozódást jelent ez a nyári égbolton. Nézzük, honnan kapták a nevüket. Kezdjük a lírával, azaz lanttal. Hermész készítette az első lantot teknős páncélból. A teknős páncél az ógörög nyelvben kitará. Mire asszociálsz belőle a gitárszóra? Tehát az is innen ered, mert a teknős páncélra tett húrokat. És ezt a lantot odaadta Apollónnak, és Apollón később Orfeusznak. És Orfeusz és Euridiké történetét mindenki ismeri, hogy Euridiké a kedvesét megmarta egy kígyó, és sajnos meghalt, alvilágba került. Orfeusz annyira szomorú volt, hogy megkérte Hádészt, az alvilág istenét, hogy adja neki vissza. Lement az alvilágba, és lantjával annyira meghatott a Hádészt, hogy azt mondta, na jó, visszakapod Euridikét, de van egy feltétel, mikor viszed ki az alvilágból, nem nézhetsz hátra. Mentek kifele, és mi történt? Nem bírta ki. Orfeusz nem hitte el, hogy Euridiké megy mögötte, hátra nézett, és Euridikét örökre elragadta az alvilág. Magyar legendába a Vega a csősz csillag, a csősz. Nagyon találó elnevezés, mert ugye nyári estéken a Vega pont a zenitbe van a fejünk fölött. Tehát azért csősz, mert ő vigyázza és őrzi az eget, ott van fönt, mindent lát. Következő a hattyú, vagy cignus, gyönyörű szép csillagkép. Ezen megy át a tejút, hogy nyáron nem győzök benne gyönyörködni. Hát a tejutat mondjuk itt nem látjuk Pesten, de kimegyünk egy fényszennyezésmentes helyre, akkor igen. Szárnyait széttárja az égen, tényleg nagyon lenyűgöző látvány.
most jön a 18 éven felülieknek való kép, hogy honnan kapta a hattyú a nevét. Hát onnan, ez a hattyú, amit láttok ezen a képen, az maga Zeus, ugye, aki Lédát magáévá tette hattyú alakjába, és sikeres volt ez a történet, mert ebből a frigyből született Pollux, ugye a Castor és Pollux ikrekből. Pollux a Zeustól volt, Castor pedig a férjétől. Tehát a hattyú maga Zeus ezen a képen. A magyar legenda nagyon sok elnevezést ad a hattyúnak, hiszen nagyon szépen látszik az égen. Például a Deneb a hadvezető. Ez a három hadnagycsillag, és van a sereghajtó. De mondják Körösznek is, a katolikusok keresztcsillagnak is. Sőt, Nászmenetnek is. Tehát ahány hely, annyiféle elnevezése van ennek a gyönyörű szép csillagcsoportnak. Na és jön a sas, az Aquila. Ez onnan került az égre, szintén 18 éven felülieknek való történet, hogy Zeusnak megtetszett Ganimédesz, a szép arcú fiú, és a sas elvitte neki az Olimposzra, és megtette az Olimposzon az istenek pohárnokának. Tehát maga a sas az Ganimédesz vitte magával. Magyar legendában pedig ő a tévejgő juhász, az Altair, aki elaludt, Altair vagy Atair, már mind a kétféleképpen mondják, elaludt, és a gyája pedig szétszélett. De van egy másik mese is, hogy az Atair az maga a cigány, aki szalmát lopott. Itt az Atair, lopta a szalmát, ment, észrevette a Vega a csősz. Ezért a lovak közé csapott, hogy gyorsan végig menjen, és el tudja vinni a lopott szalmát, és hát amilyen gyorsan ment, a szalmát szétszórta. És ebből lett a tejút. Mondják is szalmás útnak. Na, megyünk tovább. Skorpió. Az egyik olyan csillagkép, ami hasonlít a névadójára. Nagyon szépen bele lehet képzelni a skorpiót. Sajnos nálunk a skorpiónak az alja az nem nagyon látszik, de a teteje az nyári estéken, az gyönyörű. Honnan kapta ez a skorpió a nevét? Hát a görög legenda szerint Orionhoz, a vadászhoz van köze, aki, bocsánat, a hidrához, meg Herkuleshez van köze. Nem. Jó. Kezdek kicsit már, gyorsan akarok beszélni, nem szabad. Jó. Tehát Orion a nagy vadász egyszer ment vadászni, és Héra elküldte a skorpiót, hogy marja meg hátul a lábát, és ezáltal ejtse el. Hát sajnos sikerült neki ez az eset, és meghalt Orion, és a skorpiót ezért Héra föltette az égre. Azóta is az Orion fél a skorpiótól. Mert ha az Orion fönt van az égen, akkor nincs fönn a skorpió. Ha a skorpió megjelenik, akkor az Orion gyorsan megy lefelé. Tehát nincsenek egyszerre fönn az égen. Magyar legenda szerint pedig a Antaresz, a legfényesebb csillaga a skorpiónak, az a szépasszony. És a skorpió ollója pedig a szépasszony legyezője. Az Antaresz neve egyébként, az Árész az a Mars, ugye? És ez egy nagyon szép vörös óriás. Antaresz, az az anti-Árész, az anti-Mars, lefordítva, tehát a Mars ellentétje. Mondják ezt még Bökönccnek is, a magyar legendába. Na és a másik szép csillagképünk, ami elég közel van a látóhatárhoz, és mivel itt van a tejútnak a középpontja, nagyon sok szép mélyég objektum van, de sajnos ez Budapestről nem nagyon látszik. Ez a nyilas, vagy Sagittarius, ami Keironról kapta a nevét, aki egy kentaur volt. Kentaurok általában részegesek voltak, lusták, csúnyán viselkedtek, ez alól csak Keiron volt kivétel. És képzeljétek el, ez a szerencsétlen Keiron, hogy járt. Halhatatlanságot kapott a cselekedeteiért Zeustól, és Héraklész mérgezett nyila egyszer véletlenül megsebezte. Héraklész nagyon bántotta, mert tulajdonképpen Keiron a barátja volt, de olyan szörnyű fájdalmat élt át, nem tudott mit csinálni, hogy azt kérte Zeustól, hogy inkább halljon meg, mert ő így nem tud ilyen fájdalommal élni.
Zeus ezt a kérést teljesítette, és így felkerült az égre. Arról is híres még Cheiron, hogy Aszklépiusznak is, Achilleusznak is, egy csomó híres görög mondahősnek is a tanítója volt. Itt a nyilas, így képzeljük bele a kentaurt. Magyar néphagyományban, itt megint egy olyan képet láttok, ahol a fényszennyezés is bemutatja, hogy mennyire kevés látszik belőle Budapesten. Magyar néphagyományban ő a koldus szekér, vagy a sánta koldust is szokták rá mondani, aki megy a szépasszony után, aki a felesége, vagy török szekér. Ezeket az elnevezéseket is emlegetik. Hát ezt nem szokták szeretni a csillagászok, a tejáskanna csillagképet, de szerintem ez illik le a legjobban. Mert ezt föl lehet ismerni, és még a gőz is jön ki belőle, az a tejút. Bak, a Capricornus. Következő csillagkép. Pánról kapta a nevét, aki az erdőpásztorok istene volt, és egyszer tüfón megijesztette, és a vízbe menekült. Hát majd úgyis átváltozik hallá. Hát csak félig sikerült neki, ugyanis a teste az megmaradt Baknak, és a farka pedig átváltozott halfarokká. És ez a halfarkú istenség, ez a Capricornus. Mindenütt ilyen halfarokkal ábrázolják egyébként, egy érdekes lény. Ennek nincs magyar megfelelője, úgyhogy már megyünk is tovább az őszre, tehát végeztünk ma tavasszal nyárral, most jön az ősz. Ősz jellegzetessége. Ugye a Cassiopeia a fejünk fölött van ősszel, és az őszi négyszög, hát ez olyan, mint a göncörszekér, de hatalmas. De ez nem egy csillagkép, ez olyan, mint a nyári háromszög, egy tájékozódási pont, mert több csillagképet rejt magába. Az egyik az Androméda, ami nagyjából ennek az őszi négyszögnek, a szekérnek a rúdja, ez a csillagkép, ami egy sziklához kötözött király lányt ábrázol. Ugye mondtam, hogy Cassiopeia és Céfeusz királyfinak volt a lánya Cassiopeia. Az őszi négyzet másik része pedig a Pegazus, azaz a szárnyas ló. Kicsit furcsa, mert fejen áll nekünk a ló, tehát így tudjuk elképzelni. A magyar legendába pontosan, hogy melyik csillag mihez tartozik, az nem tiszta, de nagyjából az Androméda a halász, nem maradt fönn pontosan az, hogy melyik pontosan hová tartozik. Nagyjából a Pegazus csillagai az a hálót jelentik, és az Algenéb, ez a csillag itt a pálinkás asszony. Ez a pálinkás asszony viszi a pálinkát a halászoknak, hogy meg ne fagyjanak miközben. A halakat fogják ki a vízből. Másik jellegzetes csillagkép a Perzeusz. Mutatok róla egy másik képet, talán jobban ki lehet venni, mivel keresztül megy rajta a tejút, ez is elég sűrű csillagos rész. Ki volt ez a Perzeusz? Hát ő is Zeus gyermeke volt, méghozzá Zeus és Danaé gyermeke. Zeus aranyeső formájában látogatta meg Danaét, ez is olyan szép történet. Polideklésznek kellett elvinnie a gorgó fejét, erről fogok most mesélni, és később Perzeusz műkék királya lett. Na, hát akkor ez a mond, amit mindig megint nagyon szoktak szeretni, már csak azért is, mert készült róla a film, és a legtöbb ember ezt ismeri, Perzeusznak a legendáját. Történt egyszer, hogy Polideklész megbízta azzal, hogy vigye el az egyik gorgó fejét neki. Kik voltak ezek a gorgók? Hát ilyen szörnyetegek voltak, olyanok, akiknek kígyóból volt a hajuk, pikkelyes volt a bőrük, ez három lány volt, és ezek közül az egyik volt a Medusa. Ezt kellett megölnie, és elvinni a fejét a királynak. Igen ám, de ha valaki meglátta ezeket a gorgókat, olyan rondák voltak, hogy szörnye rögtön kővé vált. Ezért nem tudta senki megölni őket. Viszont Perzeusz csellel oda tartotta a pajzsát, és a pajzsának a tükörképébe látta meg, amikor támad ez a Medusa nevű gorgó, és mit csinált? Levágta a fejét, és ezt a Medusa fejet eltette a tarisznyájába, és ment hazafelé. Amint ment, pendegét, egyszer csak mit látott? Hogy a sziklához ki van kötözve egy gyönyörű, szép királylány. Ki volt ez? Androméda, Cassiopeia és Céfeusz királyfinak a lánya. Hát miért volt kikötözve a sziklához?
Hát képzeljétek el, hogy Etiópiának a partjait egy szörny pusztította. Miért? Azért, mert Kassziopeia azt mondta, hogy az ő lánya Androméda szebb, mint a Nereidák, a tengeristen lányai. Na, meg is haragudott a tengeristen, és küldött egy szörnyet Etiópia ellen, és minden nap szedte az áldozatait. Azt jósolták a királynak, hogy ez csak akkor fog elmúlni, hogyha Andromédát feláldozzák. Szomorúak voltak, de nem volt mit tenni. Kikötözték a sziklát, és amint látjátok, jön a tengeri szörny, és már nyalogatja szerencsétlen Andromédát. De odaért Perzeusz királyfi, még éppen időben, ez a monda is rengeteg változatban szerepel, itt éppen szárnyasarukkal ábrázolják. A csillagmonda szerint a Pegazuson, ugye a szárnyas lovon érkezik, és úgy menti meg Andromédát. Hogyan? Úgy, hogy előveszi a gorgó fejét a tarisznyájából, fölmutatja a tengeri szörnynek, és az rögtön kővé válik. És így menekül meg Androméda. Itt a gorgófej, amit fölmutat neki, és utána Andromédát leoldozza a láncról, és természetesen feleségül veszi. Na, megyünk tovább. Gyönyörű szép csillagkép az auriga vagy szekeres. A kapella, majdnem cirkumpoláris, tehát nagyon sokat látjuk ezt a csillagot az égen. Az auriga Eriktóniosról, aki a négy lovas kocsit bevezette Athénban, arról kapta a nevét. Ez egyébként szerencsétlen emberke, ez az Eriktónius, ez tolókocsihoz volt kötve, mert nem volt neki lába, hanem ilyen kígyószerű végződése volt a testének, és gondolom ezért volt a szekér meghajtásnak a híve. Ezt a Eriktóniuszt mindig úgy ábrázolják, bármilyen csillagtérképet megnéz, hogy kecske van a kezébe. Hát mi köze van hozzá? Kapella. Ugye milyen gyönyörű név? Képzeljétek, tudjátok, mit jelent? Nőstény kecskét. Hát maga a kapella a kecske. És ezért ezt kecskés csillagképnek is szokták mondani, tehát ő a kecske. Ezek meg a kis kecskéi. Ezt a hagyományt egyébként a magyarok is átvették, mert ők is kecskés csillagnak hívták ezt az aurigát vagy szekerest. De mondták ezt a csillagot őszi csillagnak is, hiszen ősszel nagyon szép fényesen ott ragyog a zenitbe. Mondták még kecskének és gödölyéknek, ugye? A kecske és a gödölyék, ezek a kis csillagok. Nagyon jellegzetesek egyébként, van könnyen megtalálhatók az égbolton. És mondták még fényes csillagnak is. Na, ez egy nagyon érdekes ábra. Bödős Iga bácsi könyvéből vettem, hogy tulajdonképpen a csodaszarvas is fenn van az égen, de ennek igazából nincs tudományos alapja. Tehát ez olyan csinálmány. A Kassziopeia, a szarvas aggancsa. A Perzeusz maga a test, és a szekeres a hátsó része. Egyébként az égen látjuk, nagyon szépen bele lehet képzelni, hatalmas. Így ez a sok csillagkép együtt. De hát ki tudja ennek mi az eredete. Na, térjünk át a bikára. Nagyon jellegzetes csillagkép a bika. Miért is? Hát azért, mert régen még a rézkorban és a korai bronzkorban itt volt a tavaszpont, ezt bikakorának is hívják emiatt. Ez az időszámításunk előtti 23. században volt, illetve még régebben, utána a Plejádokban volt, ami szintén a bika csillagkép része, és az volt legközelebb a tavaszponthoz meg. Egyébként is nagyon jellegzetes csillagkép. Már az ókori egyiptomiak is számon tartották, hiszen Ápiszt, a szent állatot tisztelték benne tavasszal, a napot a szarvai közé veszi, és olyan magasra emeli, hogy az még nyáron is ott marad. De a bikának az igazi legendája az, hogy a görög mitológiában Zeus egy fehér bika alakjában rabolta el Európét, a föníciai hercegnőt, és Kréta szigetére úszott vele. Ugye a minoszi kultúra, a bika kultúra is nagyon jellemző volt Görögországra, és ez abban az időben történt. Itt van maga a történet, amikor ez a fehér bika tulajdonképpen kicsoda, maga Zeus, és viszi Európét. Ez egy fénykép a bikának a környékéről.
Ugye láthatjuk a két halmaz szépen, a hiádokat, ez a V-alak, és itt van a fiastyúk, a bikának a legszebb része, az égboltnak az ékszer doboza. A magyar legenda szerint, ugye, ez a plejádok, ugye a hét papnővér, a magyar legenda szerint pedig kicsoda, ő a fiastyúk. Szerintem ez a másik olyan csillag alakzat, amit ugye általában ismernek az emberek. És ez még Budapestről is látszik, tehát ezt meg lehet mutatni, ennek szoktak neki örülni, sőt, még binokulára nagyon szépen meg is lehet nézni, és gyönyörűen látszik. Na de van még nekünk ez a bika feje alakzatunk, ez pedig a mékas, a magyar legenda szerint. Na, közben tovább mentem már. A legújabb kutatások szerint Barta Lajos bácsi nyomozta ezt ki, hogy szerinte a darumadár fenn az égen, az nem más, mint a hiádok halmaz, tehát a bika feje. Mert ugye vándor daruid V betűje szállt, V alakzatba szállnak, és valószínű, hogy ez a V betű alakzat, ami a bikának a feje, ez lehetett a magyar darvas, darvak csillagkép. Egyébként a legfényesebb csillagát, a itt a darvak vezérének mondja, azt bujdosók lámpásának is hívják még a magyar legendába. Ezt elfelejtettem fölírni, mert már így is annyi minden van. Na akkor a ikrekről, szintén egy olyan kép, ami mutatja a fényszennyezést. Hát Budapest, hogy nagyjából a Castor Polluxot azért látjuk, nem sokkal többet. De hogyha elmegyünk egy fényszennyezésmentes helyre, akkor látszanak. Nagyon szép csillagkép, nagyon magasan látszik az égen, ezt nagyon szeretik az emberek, hogyha megmutatják nekik, és a mondája is aranyos, Castorról és Pollukról szól. Ugye az előbb már említettem nektek, hogy Léda volt az édesanyjuk, és Castor az földi lény volt, Pollux pedig félisten. Ez azt jelentette, hogy Pollux az halhatatlan volt. Nagyon szerették egymást. A testvéri szeretet jelképe ez a csillagkép. És együtt harcoltak, tengereken főleg, például a tengerészek hozzájuk fohászkodtak, hogy jó sikerüljön az útjuk, mert annyira tisztelték őket. Igen, ám az egyik csatába Castor meghalt. Pollux annyira szomorú volt, és úgy érezte, hogy, bocsánat, tovább mentem, nem baj, nem megyek vissza, úgy érezte, hogy nem tud a testvére nélkül élni. És ezért azt mondta Zeusnak, hogy ő is szeretne lemenni az alvilágba a testvéréhez. Zeus meghatotta ez a nagy testvéri szeretet, és ezért azt mondta, hogy na jó, akkor legyetek lenne az alvilágba egy darabig, aztán néha mind a ketten menjetek föl az égre. Hát amikor látszanak, akkor éppen az égben vannak, amikor nem látszanak, akkor pedig épp az alvilágba. Érdekes módon a legtöbb nép ezt a két csillagot összetartozónak vélte, pedig két nagyon különböző csillag egyébként csillagászatilag, erre most nem térek ki, mert nem ez az előadás témája, de magyar nép is összetartozó csillagnak tekintette őket. Két árva, bojtár kettőse. Ezeket az elnevezéseket lehet róla hallani. Na, ezen az ábrán itt láthatjuk a két árvát, a kecskés csillagot, a mékast. Még kitérünk egy állattevi csillagképre, aztán beszélünk a kaszásról és a sántakatáról. Na, a rák, az is fönt van az égen, Herkuleshez fűződik ez is. A hidrával küzdött, amikor Héra egy rákot küldött, hogy harapja meg Herkulest. Hirtelen ezt kevertem össze az Orion mondával. És a rák oda is ment, és harabdálta is Herkulesnek a lábát, de hát nem sok ereje volt. És a rákot a hősiességéért Héra föltette az égre, mert természetesen a rákot Orion rögtön megölte. Vagy na, Herkules rögtön megölte. A rák egyébként elég halvány csillagkép, itt Budapesten nem is lehet látni. Viszont van egy égköve ennek a ráknak. Ez az égköve pedig a jászolköd, amiben a két csacsi legelészik, a déli csacsi meg az északi csacsi. Ezt is meg lehet nézni távcsővel, nagyon szép. És hát, ha egy fényszennyezés mentes helyen vagyunk, akkor szabad szemes a rákköd is. Na és akkor áttérünk a égi nagy vadászra, az Orionra. Sokan azt mondják, hogy a legszebb csillagkép. Hát van benne valami. Itt már tél van, igaz? Télen járunk, akkor van fönn ez a gyönyörű szép csillagkép, aminek egyik csillaga
borzasztóan vörös, a másik pedig nagyon szép fehér. Ezért sok helyen, sok népnél a Betelgeuse, a vörös csillag a rubin, a rigel pedig a gyémánt nevet kapta. Muszáj ezt az ábrát bemutatni, ez a kis pöttyit, ez az egy pixel, ez a nap. Ahhoz képest a Betelgeuse ekkora. A csillagászok mondják, hogy már nem sok van neki hátra, ahhoz, hogy élete végén szupernóva váljék belőle, és felrobbanjon. Na, ez csak egy ilyen kis kitérő volt, nem most nem a csillagászatról van szó igazából, hanem legendákról. Na, tehát, Orion a nagy vadász, a görög mitológia szerint. Orion a nagy vadász szerelmes volt a hét papnőbe, akik mind a hétben egyszerre, akik ugye a fiastjukat testesítik meg, és azokat üldözi. De Zeus megszánta a lányokat, és galambá változtatta őket, és fölküldte az égre. Na, de a magyar legendában ez a kasszáló. Van olyan népcsoport, ahol azt mondják, hogy ez a négyszög a kasszáló, ez pedig a három kaszás, aki vágja a rendet. De van olyan terület is, ahol ezt a kaszásnak hívják az egész csillagképet, tehát egy embert képzelnek bele. Gyönyörű szép csillagkép, ez egy fénykép róla. Maga a csillagok neve is a Orion testéhez van közel, mert a Betelgeuse, ugye ez a csillag, az vállat jelent. A rigel, ez a kék, az pedig a lábat. A mintaka az öv egyik csillaga, pedig magát övet jelent. Tehát még a csillagok nevébe is benne van az égi vadásznak a neve. Mondják azt, hogy az egyiptomi piramisoknak valami köze lenne az Orion nevéhez. Hát ezt a csillagászok nem szokták szeretni, de ez most egy nagyon divatos megállapítás. Orion köd. Orion pálcájának is mondják ezt a kis csillagcsoportosulást. És egy nagyon híres hely, ugyanis itt csillagok születnek, ez egy csillagbölcső. Amikor a Hubble filmet néztem a moziba, akkor ebbe az Orion ködbe belementünk. Hát ezt most nem tudom így megmutatni, nyilván ilyen körülmények között, de egy kicsit menjünk mi is közelebb az Orion ködhöz, ott, ahol csillagok születnek, gyönyörű szép területe az égnek, ezt távcsővel meg lehet mutatni. A magyar legenda szerint ő a fűrifészek. Na akkor nézzük tovább az eget. Az Orion öve rámutat egy nagyon szép csillagra, a Siriusra. Na erről is már általában szoktak hallani az emberek, ugyanis ő az égbolt legfényesebb csillaga. Nap után persze, inkább úgy fogalmazunk, hogy az éjszakai égbolt legfényesebb csillaga, a Sirius. Télen látható, mivel már nagyjából az Orion övénél van az egyenlítő. Tehát eléggé délre van ez a Sirius, és éppen ezért közel van a látóhatárhoz, ott már a légkör nyugtalansága miatt eléggé pillog, szintillál, úgyhogy nem látjuk annyira tisztán. A Sirius a nagy kutya csillagképnek a legfényesebb csillaga. Itt, ahogy össze van kötve, egész jó bele lehet képzelni a kutyát, amit mi látunk belőle itt Magyarországon, abból én nem nagyon tudom igazán a kutyát beleképzelni, de hát biztos a én képzelő erőm nem olyan nagy. Sirius, ugye gyönyörű szép csillag, rengeteg szép neve van. Árva leány pillantása, ugye milyen szép. Zeus mara csillag. Télen látszik, ezért ennek is hívják. Tündérfő. És még számtalan elnevezése van, én most ezt a hármat választottam ki. Illetve azt, ami a leggyakoribb, méghozzá az, hogy a Sirius a sánta kata. Ugye az előbb beszéltünk róla, hogy légkör nyugtalansága miatt eléggé szintillál, és ezért a magyar nép úgy gondolta, hogy azért, mert sántít. Miért sántít ez a szerencsétlen kata? Viszi az ebédet a kaszásoknak, ugye az Orion kaszásainak, és menet közben belelépett egy kaszába, és ezért sántult meg, és ezért sánta kata a neve. Hát, ha van nagykutya, akkor van kiskutya is, nem kell elénekelni az, hogy kiskutya, nagykutya nem ugat hiába. Orion kutyái ők, a nagykutya fölött van a kiskutya, két csillagból áll. Na, ha valaki ebbe kutyát tud beleképzelni, az annak én diplomát adok, Isten bizony, két csillag. Viszont nagyon fényes a Prokion, a kiskutyának a alfája, és éppen ezért nagyon sok szép magyar nevet kapott. Kettőt emeltem ki, az egyik a nehéz lábú csillag.
A másik pedig a határjáró csillag elnevezés. Már nincs sok vissza, ígérem. A csillagképektől Ladányi Tamás egy képével búcsúzunk, ahol láthatjuk az ikreket, az Oriont, a bikát és a szekerest. Nagyon szépek, és még ott van benne a Jupiter is. A csillagképek után még megemlítjük a tejutat. Na hát ez az, amit mi Pesten nem látunk. Ha próbálkozunk egy társaságot megkérdezni, ki az, aki már látta a tejutat, hát nem sokan jelentkeznek, főleg gyerekek közül, mert aki itt él Pesten, az sajnos ebben a látványban nem részesülhet. Annyira, hogyha felmegyünk a hármas határhegyre, még ott se. Igazából a csillagnéző túránkon, amikor Pilis Csabára mentünk, és egy kicsit a hegy eltakarta Budapest fényeit, akkor láthattuk a tejutat, egyébként nem. Pedig olyan csodálatos, hogy ez a szépség itt van a fejünk fölött. Mi pénzeket adunk ki azért, hogy a világ gyönyörű szép tájaira menjünk, amikor a csoda a fejünk fölött van. Na mondjuk jó, ilyen horizonttól horizontig tejutat tényleg ritkán lehet látni. Én egyszer láttam ilyet az egyiptomi sivatagban, hogy tényleg körbe végig ott volt a horizonttól horizontig tejut. Hát a tejutnak is van gyönyörű szép magyar neve, Tündérek járása, harmatlegelő, csillagösvény, ugye Csaba királyfit, onnan várják a székelyek, országútja, lelkek útja, ezüstút. Hát egyik szebb, mint a másik. Azt tartják a magyarok, hogy ha valaki meghal, akkor a lelke fölmegy az égbe, és a tejuton foglal helyet. Hogy tulajdonképpen a hattyú is, ugye a tejut, a hattyú megy keresztül, az a lélek madara, aki a lelkeket viszi föl. Gyönyörű szép legendák fűződnek hozzájuk. Hát a görög mondta nekem annyira nem tetszik, de azért elmesélem. Ennek a történetnek a szereplőit mindannyian ismerjük. Ő Héra, ő Herkules, ő pedig Zeus. Mint tudjuk, ugye, Herkules Zeusnak a gyermeke volt, és Zeus azt szerette volna, hogyha halhatatlanságot nyer, ezért gondolta, hogy az isteneknek a tejét issza, akkor majd halhatatlan lesz. És amikor Héra elaludt, oda tette a mellére Herkules, a szívta kegyetlenül a tejet, viszont közben Héra felébredt, és mit csinált? Elhessentette magától Herkulest, és a teje kifolyt, és végigfolyt az égen is. Ebből lett a tejut. Aki nem hiszi, járjon utána. Na és az a négy évszaknyi csillagkép ismertető, ezzel nagyjából a végére ért, nem kérdezem ki, és azt szeretném még elmondani, hogy mi is az, amiből erre föl lehet készülni. Már mondom nektek, hogy ha ezeket a legendákat el akarjátok mondani az embereknek, muszáj szinte minden alkalommal elismételni magadba, mert képtelenség megérzi, ez a sok név, Eriuktenusz, Aszklépiosz, mit az szóval nehéz őket, hogy ezért, amikor az ember egy ilyen bemutatót tart, mindig meg kell néznie újra, én is ide a diára fölírtam egy pár nevet, mert különben összekeverem. A leghasznosabb, ugye a csillagképek atlasza, én amikor elkezdtem csillagászattal foglalkozni, ez volt az én bibliám. Tehát én ebből tanultam meg a csillagképeket, biztos van jobb is, nekem ez volt a minden. Ezeket a könyveket egyébként elhoztam személyesen is, hogyha valaki akarja, akkor megnézheti. Tulajdonképpen Barta Lajos bácsi csillagképek könyvében minden benne van, amiről beszéltem, csak nagyon röviden. Tehát ő ezeket a görög mondákat, hogy egy-egy mondatban írja le, és őnek nem ez a lényeg, hanem egy csomó minden a csillagképekkel kapcsolatban. Már sehol nem lehet kapni. És a kiadó mondta, hogy nem fogja újra kinyomni, mert az már nem éri meg neki, de nagyon elkapkodták, és már nincs belőle. A másik ez a csillagjegyek, csillagképek, ebben nagyon szépen meseszerűen vannak leírva ezek a legendák. Úgyhogy gyerekek is megértsék, ez azért jó. Kiegészítésnek ugyanezek a legendák ebbe is benne vannak, kicsit másképp fogalmazva. A magyarok égi képes könyve, Bödög Zsigmond könyvéből, ebből vettem például a csodaszarvas, meg egy csomó ábrát, mert nagyon szépen a költőjén van minden megfogalmazva benne, és nagyon magyar, nagyon a magyarságra kihelyezve. Ebbe az öreg csillagok könyve tulajdonképpen nagyon régies a nyelvezete, csak a tartalomjegyzékben hátul, ahol föl vannak sorolva, hogy melyik csillaghoz mi tartozik, azt tartom nagyon fontosnak benne. Ja, ezeket még ki sem vetítettem, bocsánat, még egy. Itt vannak ezek, amiket... És hát egy kicsit hazabeszélek, mert annak idején, amikor én ezeket a csillagnéző túrákat tartottam, összeszedtem a 12 állattörfhöz tartozó mondát,
és azokat megírtam ebbe a könyvbe, a Csillagigyek című könyvbe, ahol amiket elmondtam, csak az állatok, mert mind a 88-at az sok lett volna beírni, azok itt vannak benne, ezt lehet itt kapni kinn a recepciónál 1800 forintért. Itt ezt főleg azért írtam meg ezt a könyvet, hogy egy kicsit az igazság mi ezekről a csillagképekről, kicsit olyan ellenhoroszkóp dolog, nem szidom a horoszkópot benne, nem csak annyit írok le, hogy annak nincs tudományos alapja, de egyébként a csillagképek hol találhatók, mi a látnivaló benne, és mi a legenda hozzá, ezek szerepelnek ebbe a könyvbe. Na, nagyon sokat beszéltem? Hú, a 4 évszakot ledaráltam egy óra alatt, egész ügyes voltam. Máskor ez 4 óra szokott lenni. Hát akkor itt a vége, fuss el véle, átadom a szót Attilának ebben. Akartok-e kérdezni? Igen, vagy nem? Ilyen temény előadás után. A csillagnevekről mennyire beszéltél? Milyen csillagnevek azok a csillagnevek? Mindenféle ezotikus alapneveket mondogattál is végig. Hát igen. Azok, amik a hivatalos csillagnevek, azokat mondtam el, és ahol van magyar vonatkozás. Azért, mert onnan erednek. Tehát arab, eredetileg arabok adták meg, sőt, Babilóniába születtek meg ezek a csillagnevek, és arab közvetítéssel jutottak el hozzánk. És a legtöbb csillag megőrizte a régi arab elnevezését, hogy a görögök, rómaiak nem sokat változtattak rajta. Nem tudom, hogy megszámolom. 88 csillagkép van, ugye ennek, mit tudom én, legalább a 80%-a görög-római eredetű, illetve nem az a déli csillagképek, az északi égboltnak kb. 80%-a görög-római eredetű, és azoknak a csillagoknak a legfényesebb csillaga szerintem az szinte mind arab eredetű. Van ez a távirányító, bizony sokan ismertek a Go-to-ban, hihetetlen nevek vannak benne, több száz arab. Nem is tudom, hogy kell kimondani őket. Például a Cassiopeia-nak meg akartam tanulni a csillagait, és nem tudom, hogy kif vagy cif, vagy hogy mondják, meg szora, meg hogy kell kiejteni, mert arabul vannak ezek a csillagnevek.